Mai adásunkban visszaemlékezünk Richard Young angol hajóépítőre és mérnökre, akinek Balatonfüredre érkezésével kezdődött a sporthajó gyártása Balatonon a 19. században. Jártunk Nőtincsen és Gyékényesen a jetski országos bajnokság soron következő futamain. Beszélgettünk a Vadnai testvérekkel, akik képviselhetik hazánkat az olimpián lézerhajóosztályban. Erős gépek, bőgő motorok és őrült szlalomozás. Aki július végén kilátogatott a Nógrád megyei Nőtincsre, az testközelből élvezhette a virtuóz pilóták hajmeresztő mutatványait. Az országos bajnokság második fordulója szinte minden kategóriában kiélezett versenyt és komoly izgalmakat okozott. Ez a harmadik szezonom. Két évet mentem amatőrbe, és most kategóriát váltottam. Ez kicsit azért nehezebb, mert itt jóval gyorsabbak a pilóták, és fel kell nőni a mezőnyhöz. A helyszín az nagyon jó itt Nőtincsen, mert zöld övezetben vagyunk, sok a fa. Sokkal könnyebb letenni a hajókat is, meg elég hosszú rajtegyenes van, de a pálya az most szerintem nagyon jót tettek, tehát tetszik. Elég technikás, mert 8 gólya van az kiten, ahol ugye tudunk két irányba menni, vagy zöld, vagy kék gólyánál. És azért az elég fárasztó. Ugye a különbség még a két kategória, a teljesen amatőr meg a úgymond profi között, hogy itt 15 perc plusz egy kör van, míg az amatőrben 10 perc plusz egy kör, és az az 5 perc az azért jelentős különbség. A kétnapos verseny során több kategóriában is összemérhették erejüket a versenyzők. Volt, ahol 200 és olyan is, ahol 330 lóerő dübörgött a tavon. A tavaly év végén kezdtem meg a jetski versenyzési karrieremet. Egyébként én körülbelül 4 éve jetskizek, de az első verseny az tavaly év második felében volt. Akkor a GP2-es kategóriában indultam egy Sea-Doo RXP-vel. Az időre ezúttal nem lehetett panasz. Kellemes napsütésben és enyhe szél közepette teljesítették a pilóták az átlag 10, illetve 15 perc hosszúságú versenyeket. Ez a hajó egy GP3-as kategóriás hajó, ezen belül egy Kawasaki SXR800-as, ezen a kategórián belül van még a Yamaha, ugye ez a kettő márka, ami itt megy, és eléggé egyformák ebben a kategóriában a gépek, tehát kijönnek a gyárba, és minimális alakítások vannak engedélyezve, ezáltal eléggé közel vannak végsebességben, meg tudásban is a gépek egymáshoz. Az országos bajnokság második futamán egy női versenyző is rajthoz állt, akinek kivételesen nem a győzelem volt a célja, sokkal inkább a részvétel és a tanulás. A barátom szerettette meg velem ezt a sportágat, és mostanra már úgy vagyok vele, hogy a jetski a legjobb sport, amit csinálhatok. Nagyon jó itt versenyezni. Tegnap harmadik lettem, aminek nagyon örülök, hiszen ennyi férfi mellett ilyen helyezést elérni komoly eredmény. De igazából mindegy is hanyadik helyen futok be. Egész egyszerűen élvezem a motorozást a vízen, és azért jöttem, hogy minden csinyát-bínyát elsajátítsam ennek a sportágnak. Ennyi férfitől pedig bőven van mit tanulnom még. Ez egy háromnapos rendezvény volt, mert pénteken egy diákverseny volt 31 résztvevővel. Ők a Spark kategóriába, a GP4-es ülős kategóriába is indultak, illetőleg a legbátrabbak még állós géppel is kipróbálták magukat, úgyhogy egy nagyon izgalmas, jó hangulatú verseny volt. Ez a Nőtincsi Szent Istvántól, ez egy nagyon szép helyszín. Nagyon meglepett bennünket, hogy nagyon fönn van a víz. Tehát én még ilyen magasan még nem láttam a vízszint állást. Mindenesetre olyan 3,5 méter a legnagyobb mélység jelen pillanatban. Nagyon szép. Hát a víz az jó hullámos, úgyhogy a versenyigazgató kirakta a magyar jetski történelemnek az első 8 folyás alternatív pályáját. Tehát, mint ugye tudjuk, ez az alternatív úgynevezett sprint pálya arra való, hogy teljesen egyforma távolságban van kirakva egy-két bójasor, és az előzést elősegíti, hogy ne balesetveszélyesen előzön valaki, hanem valaki üldöz egy másik versenyzőt,
és esetlegesen ügyesebb, vagy a gépe jobb, akkor ha ő látja, hogy mondjuk akkor a kék pályán ment el az előtte levő haladó, akkor a zöldre megy, és ezen az alternatív pályán könnyen lehet előzni. Most eddig nekünk 6 bójás szokott lenni az alternatív pálya, és mivel a világszövetségnél a világbajnokságon ott 8 bójásokat raknak ki, úgy döntöttünk, hogy akkor mi is akkor lépünk egyet előre, úgyhogy legelső 8 bójás alternatív, jó kacskaringós, íves, törős, úgy lett kirakva ez a pálya, hogy egy igazi egészséges egyenes nincsen benne, tehát mondhatni az a tiszta melós pálya. Tegnap már volt egy futamom, az nagyon jól sikerült, első helyet végig mentem első helyen, és ma is, viszont nagyon nagy hullámok vannak, és nagyon nehéz menni. Tegnap is és ma is a negyedik helyen tudtam zárni, amivel részben elégedett vagyok, de szerettem volna azért jobb pozíciót elérni. Idén sikerült kijutni egy Alpe Adria futamra, Pöklarnba, ahol ott is negyedik helyezést sikerült összetettben elérnem. Ott már népesebb a kategória, nagyon jó verseny volt. Idén ki van tűzve még célul Virben szintén egy Alpe Adria futam, ahol szeretnénk részt venni. Végre tengeren. Ezek az idői célkitűzések, és persze a magyar bajnokság. A 2018-as világbajnokságon sajnos nem sikerült olimpiai indulási jogot szerezni a vadnai testvéreknek, így az idei japán világbajnokságra igencsak elszántan készültek. Minden edzést úgy ütemeztünk, hogy ilyenkor érjük el a csúcsformát, és olyan helyekre mentünk gyakorolni, ami hasonlít, azok a körülmények hasonlítanak a japán világbajnokságra, ezért voltunk télen Máltán, meg egyszer még kint voltunk a világbajnokság helyszínén is novemberben. Nagyon nagy plusz tud adni, ugye főleg azért, mert nekünk meg kell szokni a helyi környezeti tényezőket, az áramlást, a szelet, a hullámokat. Ugye messze nem olyan, mint a Balatonon. Vannak ugye uralkodó áramlások, uralkodó szélirányok, amiknek ugye megvan a saját tendenciája, és már tudtuk, hogy ha egy bizonyos szögből fúj, akkor ott melyik oldalra kell mennünk. A tavalyi világbajnokságon 14 hely kelt el az olimpiára. A mostani japán világbajnokságon 5 vitorlázó szerezhetett kvótát. A vadnai testvérek magabiztosan kerültek be az aranycsoportba, ahol a döntő futamokon az olimpiai indulási jog megszerzéséért küzdhettek. Igen, én a VB nem kezdtem jól, és nekem az hihetetlen nagy erőt ad, hogy most lehet, hogy én nem vagyok jó helyen, de nincs mégiség akkora felelősség, hiszen a tesóm nagyon szépen kezdett, szépen is folytatta, és így könnyebb volt nekem is felállnom, és nagyjából egy jó szebb befejezést nyújtanom, mint ahogy ezt elkezdtem. Ő tud jobban izgulni, mint én. Ha nem elég fontos egy verseny, akkor én el tudok aludni előtte, és akkor ő neki kell felspanolni engem. Én nekem meg őt kell nyugtatnom, egy kicsit ilyen ellentétek vagyunk ebből a szempontból. Az utolsó futamig esélyes volt a Jonatán is. Ez ugye adott egy támaszt abból a szempontból, hogy ha én elrontom, akkor még van ugye más is, aki meg tudja csinálni. És nagyon jó volt, hogy futamok között ugye beszélgettünk. Ugye ez szerencsére nem olyan, mint a tenisz, hogy 1v1-be küzdünk egymás ellen, hanem egy 60 fős mezőnyben van, hogy a pályán nem is találkozunk. És amikor viszont találkozunk, akkor tudjuk egy kicsit segíteni egymást, hogy bójánál beengedni a másikat, vagy azt mondja, hogy légy engedj el egy keresztezésnél, és akkor azt mondom, hogy persze, téged elengedlek, persze más nem engednél el, mert egy 30 centit nem adsz oda másnak, de viszont tudod, hogy neki az viszont a végén egy 10-20 métert is jelent. Főleg a futamok előtt szoktunk beszélgetni, hogy mire fogunk figyelni aznap. Viszont most az utolsó nap a VB-n volt egy kis halasztás a legutolsó futam előtt, és oda tudtam menni hozzá, megkérdezni, hogy érzi magát, akkor menni fog-e. És akkor teljesen be volt zsongó, hogy meg lesz, akkor ott leszünk minden. És akkor mondtam még nyugi, van még egy futam, ezt most szépen csinálja meg, csak erre fókuszáljon. Az utolsó futamon már tényleg csak azt néztem, hogy a szlovén arra megy, a guatemalai arra megy. A szlovénnak 30 ponttal kell engem megverni ebben a futamon, mert annyi előnyöm volt már. Az utolsó futamra úgy mentem neki, hogy első nem kvalifikált ország voltam. És már nekem tényleg csak tartani kellett azokat az országokat, akik közel voltak hozzám. És akkor csak mentem velük a pályán, hogy nehogy legyen egy akkora shifti, hogy elhúznak.
és akkor nagy pontkülönbséggel futnak belőttem. Benjamin végül a 20. helyen fejezte be a versenyt. Ezzel a helyezéssel negyedikként szerezte meg a jogot a nemzetnek az olimpiai részvételre, mivel az előtte végzett országok már rendelkeztek olimpiai kvótával. Jonathan a 31. helyen futott be. Könnyebb úgy fejlődni egy öcsnek, hogyha van egy bátyja, aki teljesen segíti és ott van mellette. Hát még optimisztes korunkban Benji-ekem nagyon sokat segített a vitorlát beállítani, apró trükköket bemutatni a hajón. És ez szépen, ez, ahogy átültünk 4 hétbe, és a ifi hajóosztályba, ott mindig egy évvel korábban, vagy 2 évvel korábban volt benne, és mindig meg tudtam mutatni az új dolgokat, így nem nekem kellett felfedeznem azt, hanem egyből tudtam gyakorolni a jó technikát. A kvóta nem névre szól, vagyis ugyanúgy fog eldőlni a sorsa, mint 4 évvel ezelőtt. Akkor Tomai Balázs szerezte meg az indulási jogot, ám Benji egy komoly válogató versenysorozaton legyőzte őt. A fiúk szerint mindegy kiutazik kettőjük közül, a lényeg az erősebb képviselje hazánkat Tokióban. Az a teher esett le, hogy most már olyan nyugodtan tudunk készülni az olimpiára, mennyire csak lehet. Ki tudunk menni nyugodtan az olimpia helyszínére, nem kell azon aggódni, hogy most miért mentünk ki, ha lehet, hogy nem is fogunk a tokiói olimpián részt venni. Most már tudja, ott leszünk, és végignyomjuk az ottani edzéseket. Igen, ugye egy fotára 2 testvér. Nem lesz könnyű feladat, abszolút. Mindent meg fogok tenni, hogy én menjek, szó sincs róla. Csak nincs egy olyan nagy stressz rajta, mint mondjuk a bátyámnak, hogy megveri az öccse. Benjamin a riói olimpián a 33. helyen végzett, ám most amennyiben ő utazna ki, jobban szeretne teljesíteni. Erre az olimpiára sokkal jobban oda tudunk figyelni, sokkal jobban fel tudunk készülni, mint Rióra, ezért sokkal jobb eredményt várunk. Szeretnénk már a top 10-ben végezni. Az egy óriási teljesítmény lenne szerintem. A Balatonon a római időktől kezdve volt változó intenzitású hajózás, elsősorban révhajózás és áruszállítás. Az evezés mellett ehhez vitorlákat is használtak. A 18. század első felében telepedett meg a Balaton nyugati végénél a Festetics család. A fenékpusztai rév mellett hajóecs telepet is létrehoztak, ahol Antonio Borri itáliai hajóépítő mester vezetésével épültek a hajók. Így a festeticsekhez fűződik a balatoni hajózás első nagy korszaka, amelynek csúcspontja a kétárbócos Főnix vitorlás gája 1797. július 16-ai vízrebocsájtása volt. A hajó az áruszállítás mellett a festeticsek kettelését, szórakozását is szolgálta. 1828-ban birtokaikat zárgondnokság alá helyezték, és ekkortól megszűnt a hajóépítő tevékenység is. Hajóik rövidesen eltűntek a vízről. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére az 1846-ban vízre bocsájtott Kisfaludi révén megindult a gőzhajózás a tavon. Széchenyi ugyanekkor kísérletet tett a sportvitorlázás meghonosítására is, Hinfi nevű hajója Balatonra szállításában, ám a szabadságharc leverése visszavetette a fejlődést. Az 1860-as évek politikai enyhülése lehetővé tette újra a kibontakozást. 1866-ban Erzsébet királynő tervezett balatoni látogatására magyar főurak vitorlásokat hozattak Angliából, és 1867. március 16-án megalapították a Balaton-Füredi Jacht Egyletet. Az egyesület a királyné elmaradt látogatása után hamarosan elsorvadt, és 1870 körül feloszlott, ám a helyszíne miatt a Balaton-Füredi Jacht Club elődjének tekinthető. Az 1870-es évek végén Németi Ernő, Mihálkovics Tivadar és a győri csónakázó egylet révén kapott új szikrát a sportvitorlázás, amely aztán akkor nyert újra határozott irányt, amikor 1879-ben Richard Young, angol hajóépítő, Balatonfüredre érkezett, és már a következő évben elkezdte a hajók gyártását. 2-3 éven belül színes vízi élet alakult ki Balatonfüreden. Megalakult a Balaton Jacht Egylet, és 1882. augusztus 22-23-án Young közreműködésével megrendezték az első balatoni vitorlásversenyt. 1884-ben ugyanazon a helyszínen jött létre a Balatoni Vitorlázó Egylet, és évi rendszeres klubregatta rendezésébe fogott.
1885-ben az Egyesület a trónörökös feleségét, Stefánia főhercegnőt kérte fel védnöknek, majd Stefánia Jacht Egyletre módosította a nevét, és rövidesen megvette Richard Young hajógyárát is. Klubházuk 1886-ban épült Hausmann Alajos tervei alapján, főleg fából ott, ahol a mai Bitz klubház épülete áll. Ez az épület 1920-ig létezett, amikor is a hajóépítő műhely terjeszkedése miatt lebontották, majd 1922-ben az eredeti tervek alapján már jó részt kőből újra megépítették új helyén, ahol ma is áll. A Stefánia Jacht Egylet fénykora az 1890-es évekre esett. Hatalmas hajóparkja az egyik legnagyobb volt Európa édesvízi területein. 1892-ben Stefánia főhercegnő Füredre látogatott, és tiszteletére jól szervezett versenyt is rendeztek. A századfordulón a tagok aktivitása ismét hanyatlott. A vitorlás életet fellendítette a klub átszervezése és megnyitása a polgárság előtt. 1912-ben az átszervezés nyomán a Magyar Jacht Klub nevet vette fel az Egyesület. Az akkor alakult Nemzetközi Jachtverseny Szövetség felvette a MICET tagjai közé, és megbízta a sporthatósági teendők magyarországi ellátásával. 1913-tól Királyi Magyar Jacht Klub néven szerepeltek. Augusztus elején a Somogy megyei Gyékényesi tavon rendezték meg az öt fordulóból álló jetski országos bajnokság harmadik futamát. A magyar, szlovák és osztrák vízimotorosok küzdelme szinte minden kategóriában kiélezett versenyt és komoly izgalmakat okozott. Ülőben és állóban is csak úgy siklottak egymás farvizén a versenyzők. Kuhta Krisztián Szlovákiából érkezett a magyar versenyre. Első futam előtt van pályaválasztás névsor szerint, és következő futamba úgy indul a pályaválasztása, hogy bejöttek célba, azt szerint választom. Minden pálya más, mert mindegyik pályának más a technika felállítása, szóval egyszer ilyen kanyar, hosszú egyenés, rövid egyenés, túl sok bója, rövid split, hosszú split, ez mindig más. A taktika az, hogy arra koncentrálok, hogy ne essek be, azt menjek végig. Úgyhogy ez a cél. A kétnapos verseny során több kategóriában is összemérhették erejüket a versenyzők. A szombati szlalom és hosszú távú versenyek után vasárnap a zárt pályás küzdelmek következtek óriási csatákkal. Még csak a Spar kategóriában versenyeztem, ebben most kezdek versenyezni, mert a GP2-től visszaléptem, de ez egy kicsit nehéz vagyok, mert a fiatalabb és könnyebb súlyú versenyzők indulnak ebbe, de nagyon élveztem, mert technikás, és azért itt is szükség van az állóképességre. Most már az ötödik helyre azért fölkerültem valahogy nagy nehezen, úgyhogy most örülök, jó volt. Ez egy GP1-es királykategóriás hajó, karbonból van, körülbelül 420 lóerő. Úgy gondolom, ilyen 137 km/h a végsebessége ennek a hajónak, hogyha nagy feltöltő van rajta, mert abban lehet játszadozni, hogy melyik van rajta. Az minél nagyobb, annál jobban bántja, öli a motort, és minél kisebb, annál tartósabb a motor. De akkor viszont nem olyan gyors. GP2-es kategóriában versenyeztem, hát sajnos a rajt után tökéletesen el tudtam rajtolni, és a célegyenes előtt konkrétan egy körrel vagy másfél körrel meg tudtak előzni azért, mert a külső pálya összecsúszott, és jóval nagyobb előnyt tettek ők szert, úgyhogy így elúszott az első helyem. De nem baj, még van egy futamunk, úgyhogy ha minden jól megy, akkor azért még a dobogó tetején is ott állhatok. Időre ezúttal sem lehetett panasz. Szikrázó napsütés, 34 fok és kellemes szél közepette teljesítették a pilóták az átlag 10-15 perc hosszúságú versenyeket.
A legfiatalabb versenyző Fröhlich Kata volt, aki 14 évesen korát meghazudtoló magabiztossággal futott be a második helyen. Sikerült jól elrajtolnom, utána a mellettem lévő Stefan Sát jött fel a sebességkülönbség miatt, de nagyon jó volt a rajt, utána pedig sikerült másodiknak elfordulnom a rajtkörben, sikerült tartanom el egy bóján belül távolságot az elsővel, hát egy-kettő, utána pedig rohamosan elkezdett fáradni a karom, ugye hát fiú-lány különbség, és nem maradtam egy negyed pályára, nem tudom, de nagyon élveztem a versenyt, hiszen edzeni, tanulni és helyezést is elérni jövünk ide. Én is kopok, mint a dugattyú, viszont ez a jet is sajnos körülbelül az élmezőnyhöz képest egy 10 km órával kevesebbet megy, és ebbe a kategóriába itt aztán tényleg minden kilométer számít. Tehát nem mindegy, hogy 75-öt mész, vagy pedig mint az élmező, 85-öt. Ez mondjuk a rajtba is látszódott, hogy mire odaértünk a fordítóhoz, addigra, hát ott ahogy a végén is befutottam hátulról az elsőnek, úgy fordultam el. Volt egy megbillenése még az első splitbe, mert a Martinnal nem akartam kiszúrni a sümegi Martin előtt, tudtam, hogy az elején megy, és elengedtem, viszont a farvizén majdnem fölborultam, és onnantól kezdve már mint sereg hajtott, de azért úgy érzem, hogy ahogy kell, végig toltam a futamot. Csodálatos ez a helyszín így ékényesen. Nekünk a rendezés szempontjából viszont igen komoly kihívást jelent, hiszen itt óriási vízmélységről beszélünk. Gyakorlatilag ezen a versenyen, ha jól számolom, akkor közel 700 méter kötelen van lent a vízbe. És ugye a talaj is olyan, hogy nagyon sok helyen hatalmas lukak vannak. Ha egy picit arrébb visszük a bóját, akkor már vagy úszik, vagy fönnmarad. Tehát nagyon nehéz a mi szempontunkból, sikerült rendesen megoldanunk. Felkészültünk erre is, és nagyon jó, nagyon szép az a helyszín. Szívesen jövünk ide.